kapcsolatban egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy van-e baj azzal, hogyha alulmotiváltak leszünk, amikor ránk zúdul egy hatalmas mennyiségű motiváció. Bár nagyon sokan meg szoktatok keresni privát levélben, most először kaptam felhatalmazást, hogy megoszthatom a levelet, úgyhogy hálásan köszönöm ezt Enikőnek, fel is olvasom, hogy aztán ebből indulhassunk ki. Kedves Erika, pár napja találtam rá az oldaladra, nagyon tetszik, hogy egyszerűen nem mesterkélten, őszintén írod le a motivációkat. Sok hasonló oldalon olvasgattam, de ez volt a legőszintébb számomra. Ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem. Valahogy úgy érzem, mostanában egyre több motivációs oldalon olvasgatva, vagy videót nézve, szó szerint alul motivált leszek, mert más sem hallok, ha nem megy valamit, rosszul csinálsz, legyél pozitív. Minden reggel mondd el 100-szor a tükörben, szeretem magam. Írd, hogy boldog vagyok, stb. És még sorolhatnám. De úgy érzem, az egy nem így működik, hogy felkelek és pozitív leszek. Persze rajtam múlik, hogy már reggel morgok, vagy igyekszem kellemes gondolatokkal indítani. Most nem kívánok motivációs guruk nevét felsorolni, kiktől hallottam a fentebb leírtakat. Velem lehet a gond, hogy úgy érzem, ez már idegesítően pozitív, és a csapból is ilyen formában folyik. Elnézést, ha túl hosszúra nyúlt, és ha zavartalak esetleg a kérdésemmel, de nem akartam az oldalon kérdezni, mert nyilván nem mindenkit érdekel. Köszönöm szépen, ha bármilyen választ kapok. Mindenképpen szerettem volna válaszolni, el is kezdtem írni, de aztán rájöttem, hogy sokkal jobb, hogyha videó formájában mondom, mert talán akkor jobban átjönnek az érzéseim és a gondolataim. Nem vagy egyedül, Enikő, szerintem ezzel a gondolattal, és már csak azért sem, mert én hallom, látom, olvasom másoktól is, hogy megfogalmazódnak ezek a kérdések, ráadásul bennem is hónapok óta kavarog. Úgyhogy nagyon hálás voltam ezért a kérdésért. Nézzük onnan, hogy van-e baj. Én azt gondolom, hogy egyéni szinten biztos, hogy nincs baj velünk. Ha össztársadalmi szinten nézzük, ahol már ilyen kollektív hatások vannak, ott van baj, de nekünk csak önmagunkkal van dolgunk, ilyen értelemben, hogy a változást elindítsuk, és hatásunk legyen majd a világra közvetve. Nézzük onnan, hogy mindenki, ez az ország minden olyan emberekből áll, ahol mindenki ért a focihoz, a lakberendezéshez, a gyerekneveléshez, és természetesen a gazdaság dolgaihoz, meg a politikához. És pár éve beszivárgott, hogy a lélek dolgaihoz is mindenkiért, hiszen ha megnézzük, akkor tele van az internet szép idézetekkel, okos gondolatokkal, bölcseletekkel. Mi a gond ezekkel? Ezek nagyon jó és szép dolgok, csak ott abban az egyetlen pillanatban adnak valamilyen töltetet, adnak egy kis lökést, és amint ellépünk a gép mögül, már is megjelenik az űr a lelkünkben, ami esetleg folytogat vagy szorongat. Mert hogy sokan sokszor átéljük azt, hogy ez az idézet jó dolog belesimulni, de aztán mégsem adja meg azt, amit kerestünk. És ilyenkor jön az, hogy meg kellene vizsgálni, hogy miért jelentkezik az, amit írt Enikő is, hogy feszülté válik, és alulmotivált lesz ettől a hatalmas dózisú motivációtól. Kettő dolog jutott eszembe, az egyik az irigység. Amikor megjelenik bennünk az, hogy a nagy szempillás motivációs guru bele mosolyog a kamerába, és elmondja, hogy boldognak kell lenned, de ezt mi nem érezzük így, hogy azért, mert ő mondta. Vagy amikor a tuti menő guru mondja, hogy zár ki mindenkit, aki téged hátráltat, aztán a világ másik végéről beleinteget a kamerába, hogy hello, szeretlek, akkor jön egy érzés, és azt kellene megvizsgálni, hogy irigy vagyok rájuk a sikerükre, az egzisztenciájukra, amit megteremtettek általa. Az zavar, hogy a közhelyekből esetleg ilyen sikereket érnek el. Nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok embernek igénye van rá, hiszen akkor nem lenne 5-10-100 ezres követőtáboruk, hogyha nem tudnának adni valamit. Tehát ezeknek a guruknak igenis helyük van a világban, hiszen látjuk, hogy milyen sok embernek segítenek elmozdulni, segítenek érezni, értelmezni. Úgyhogy igenis, van, akinek erre van igénye. Ez kb. Olyan, mint amikor azt mondjuk kisiskolásként, hogy hú, basszus, mennyire idegesítő az óvodás, hogy milyen játékokkal játszik. Na de az óvodás azon az értelmi, érzelmi szinten nem tud mással játszani, csak azzal, amivel ő játszik. Tehát nincs helye annak, hogy én azt mondjam, hogy kiveri a biztosítékot nálam, hogy mivel játszik. Maximum arra van hatásom, hogy azt mondjam úgy befelé mosolyogva a szívem mélyére, hogy
Ú, de jó, hogy ezt már megléptem, de jó, hogy ilyen értelemben szintet léptem, hogy már nincs szükségem erre mondjuk, de nem vagyok külön, vagy több, vagy másabb. Egyszerűen előbb indultam mondjuk, amikor a szívemet elkezdtem nyitogatni, vagy az elmémet, és egyszerűen előbb jutottam el oda, hogy azt mondjam, hogy húha, túlhaladtam ezt a gurut. És igen, Enikő, elképzelhető, hogy eljutottál ahhoz az állapothoz, amikor azt mondta, hogy nem tud már adni semmit ez az ember. És esetleg eljössz oda, hogy egy távolabbi nézőpontból azt mondhatod, hogy ez közhely, ez felszín, ez üres duma. De nem mindenkinek az. És ilyenkor jön az, hogy jön egy érzés, és azt mondod, hogy hú, ki kéne kapcsolnom ezt, mert már idegesít, vagy már elfáraszt, vagy már úgy érzem, hogy inkább elvesz, mint ad. Tehát akkor ilyenkor jól érzed. Ilyenkor kell kikapcsolni. Úgyhogy én azt mondom, hogy higgyük el végre azt, hogy az a csoda, amit egy másik emberben, egy úgymond átmenetileg adott gurunak adunk, hogy majd ő megadja a csodát, az bennünk van. Tehát mindenkiben ott van ez a csoda, és nem biztos, hogy mindig kell, hogy fogja a kezedet, és szükséged lenne erre a fajta motivációra. Egy olyan országban élünk az Index cikke alapján, ahol a magyar lakosság háromnegyed része függőségben él tartósan, vagy egy életen át. És ezek a függőségek lehetnek a drog, a cigaretta, az alkohol, de ugyanilyen függőség, amikor például minden nap tornázunk mániákusan, vagy eljutunk oda, hogy akkor is eszünk, amikor nem vagyunk éhesek. Vagy mondjuk rendszeresen megcsaljuk a társunkat, közben semmiféle érzelmi töltet nincs benne, vagy szerelem. És ugyanilyen függőség, amikor az interneten lógunk, amikor a közösségi média felületeken töltünk több órát, fogalmunk sincs, hogy miért. Tehát ezek a függőségek azért veszélyesek, mert nagyon keményen le tudnak teperni, és elfeledtetik velünk, hogy miért is jöttünk ide erre a világra, és milyen tervvel érkeztünk. És talán az a legveszélyesebb, hogy elvileg senkinek nincs joga elterelni bennünket arról az útról, amit terveztünk magunknak, mégis észrevétlenül, láthatatlanul be tudnak szivárogni és el tudnak terelni. Nagyon bonyolult és hosszadalmas lenne kifejteni, hogy hogyan lehet egyéni szinten megoldásokat keresni, ezért van az egyéni munka. De én nagyon hiszek az egyéni felelősségvállalás lényegében, ahol azt mondod, hogy nem érdekel, hogy aznak és annak vagy amannak hogyan és mi segít. Én a saját megoldásaimat akarom megkeresni, és amikor mondjuk fáj a dolog, mert jött egy rossz érzés, megállított egy életesemény, egy haláleset, egy betegség, egy válás, egy szakítás, egy munkahely elvesztés, olyan gellert ad, ami egy pillanatra megállít, tanít, megerősít, akkor esetleg megengedem magamnak azt a fájdalmat. És akkor lehet, hogy hisztizni fogok, lehet, hogy sírni, lehet, hogy majd sokat eszem. Az is lehet, hogy elvonulok napokra és kucorgom otthon. Tehát, hogy egyszerűen azt mondom, hogy sejt szinten megengedem a fájdalmat. Nincs pótcselekvés, nincs megjátszás, nem hárítok a világ felé. Egyszerűen azt mondom, hogy most ez van, nem akarok hazudni sem magamnak, sem másnak, megélem a fájdalmat. És ahogy jött, úgy el is múlik. Olyan esetekről beszélek természetesen, amikor egy átlag, egészséges magyar ember azt mondja, hogy kopogtat a változás, kinyitom az ajtót, mert kész vagyok teljes szívvel, teljes elmével beleállni a változásba. Hogyha mondjuk egy depressziós állapotunk van, skizofrénia, szorongás, pánikbetegség, ahhoz már egy pszichológus segítségét kell kérni, ahol egy jól felépített terápiával fog segíteni egy folyamatban. Én most nem is erről beszéltem, hanem akkor, amikor csak a változásról beszélünk, amikor tudatos elmével látjuk, hogy lépnünk kell kicsit nagyot, attól függően, hogy éppen az egyéni felelősségvállalásunk mit követel meg, vagy mit mutat. Mit lehet csinálni? Én egy dolgot szeretnék most csak javasolni rövid távon, öleld meg magad. Aki képes megölelni magát, az meg fogja tapasztalni, hogy minél többször megöleli magát és megtalálja a saját örömeit, nem pótcselekvéseket, hanem tudatos cselekvések formájában, az meg fogja látni nagyon rövid időn belül, hogy ugyanúgy megöleli a világ, ahogy ő képes megölelni önmagát. És akkor az lesz az ajándéka, hogy a felület növekedni fog, egyre több dologot tudunk, de egyre több dologról látni fogjuk, hogy egyre mennyi mindent nem tudunk,
viszont ott lesz bennünk a vágy a változásra, a kíváncsiság, az öröm, és akkor folyamatosan épülni, szépülni fogunk, mert az élet az tele van ilyen ajándékokkal. És igen, benne van, hogy megtorpanunk, vagy idegesítő lesz néhány hatás. De akkor legalább megkapargatjuk, hogy miért is történik, és akkor a saját megoldásunk szerint döntünk. Ha kell, akkor most azonnal kikapcsoljuk a gombot, és kimegyünk a világba élni. Ha pedig arra van szükségünk éppen, hogy egy kisebb-nagyobb dózisban beengedjük a virtuális világot, akkor azt tesszük. Egyszerűen a saját szabályaink szerint tesszük, és hagyjuk, hogy változzunk. Köszönöm szépen, ennyit gondoltam most így erről a témáról, és remélem, hogy volt olyan pázoddarab, amivel tudtál valamit kezdeni. Szép napot kívánok!